Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ma van a meteorológia világnapja, ezen alkalomból pedig szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Szilágyi Eszter meteorológust is. Honnan ered a meteorológia is, mivel foglalkozik egy meteorológus? Az időjárás szélsőségeinek az ember mindig ki volt szolgáltatva. Így az időjárási jelenségek megfigyelése, feljegyzése, maga az igény a légköri jelenségek megismerésére már évezredekre nyúlik vissza. Vannak közel 3000 éves babiloni feljegyzések, amelyek már akkoriban megkísérelték a szél, illetve az eső előrejelzését, de a többi természettudományhoz nagyon hasonlóan a meteorológia esetében sem lehet pontosan megállapítani azt, hogy mikor is született ez a tudományág. Egyébként a legtöbb tudományos írás mindezt Arisztotelész Meteorológika című munkájának a születésétől számítja. És hogy mivel is foglalkozik egy meteorológus? Nos, az emberek többsége minket meteorológusokat a tévéképernyőn keresztül, vagy éppen a rádión keresztül ismer, de a meteorológus foglalkozás ennél azért sokkal szélesebb körűbb. A legismertebb és talán legalapvetőbb funkció az az előrejelzés készítése, a veszélyjelzés, a repülés, vagy éppen a tavi viharjelzés kiszolgálása, de természetesen ez nem valósulhatna meg megfelelő informatikai háttér nélkül. Ezért a meteorológusok időjárási modelleket is fejlesztenek, az időjárás, valamint az éghajlat változásainak a szimulálása a cél ezáltal. A meteorológia támogató szolgáltatást is nyújt, erre mondjuk ékes például a katonai meteorológia. Továbbá nem elhanyagolható maga a kutatói tevékenység sem, hiszen a meteorológusok arra törekednek, hogy minél jobban megértsék a légkör működését, továbbá meghatározzák a globális felmelegedés hatását. Mióta tudják megfigyelni, illetve előrejelezni az időjárást is az emberekkel tudatni ezeket az információkat? Az előrejelzés készítése az igencsak bonyolult és összetett feladat. Habár a légkörben játszódó folyamatokat, fizikai törvényszerűségeket matematikai úton remekül le tudjuk írni, a kapott egyenletrendszer megoldása eléggé bonyolult. Papíron lényegében elképzelhetetlen a műveletek kiszámítása, azoknak a megoldása. Az első numerikus előrejelzés az első világháborút követően készült a 20-as évek elején. Ekkor Richardson, aki egy brit meteorológus volt, neki a vezetésével sok szakember három havi munkájával sikerült egy 3 órás előrejelzés kiszámolni. Talán ebből nagyon szépen látszik, hogy a meteorológia fejlődése megkívánta a megfelelő számítástechnikai hátteret. Az első nagyobb kapacitású számítógép egyébként a magyar születésű, magyar származású Neumann János nevéhez fűződik, aki ezen a számítógépén elsőként meteorológiai számításokat végzett. Milyen technika áll a ti rendelkezésetekre, illetve ezek segítségével hogyan zajlik egy-egy időszakra vonatkozó időjárásnak, ha úgy tetszik, megjóslása? Minden előrejelzésnek az alapja a mérés és a megfigyelés, valamint ezeknek az adatoknak a gyűjtése és ellenőrzése. Habár most már a Földön több százezer mérőállomásról érkeznek az adatok, nagyon úgy néz ki, hogy ez a mennyiségű adat még mindig nem elegendő ahhoz, hogy tökéletes előrejelzést készítsünk. Mindez pedig annak is köszönhető, hogy a beérkező mérések hibával terheltek, ebből adódik tehát az előrejelzésnek a pontatlansága. Az időjárási szimulációt, ami lényegében egy matematikai egyenletrendszer, a mérés és adatok betáplálását követően egy szuperszámítógépen futtatjuk le, és ennek az eredményét grafikusan megjelenítjük. A megjelenítést követően szakember kielemzi ezt a kapott eredményt, és tapasztalataival kiegészítve szövegesen is megfogalmazza az előrejelzést. Sokféle időjárási elemet, meg jelenséget ismerünk. Van esetleg olyan, amit kifejezetten nehéz viszonylag pontosan előrejelezni? A várható hőmérséklet az esetek többségében viszonylag pontosan kiszámítható most már, de például a csapadék előrejelzése az lényegesen pontatlanabb. Nyáron komoly kihívásokat tud jelenteni a zivatarok előrejelzése, pontosan meghatározni azok tér- és időbeli kialakulását, míg az őszi-téli időszakban inkább a köddel gyűlik meg a bajunk. A meteorológia világnapján minden évben kiosztásra kerül két komoly elismerés is, az egyik a Chancel Guido díj és a Pro Meteorológus emlékplakett. Ki volt Chancel Guido, illetve kikaphatják meg ezeket az érdemérmeket? Chancel Guido a 19. század neves meteorológusa, akadémikus volt. Az ő kezdeményezésére 1870-ben alakult meg az Országos Meteorológiai Szolgálat elődje, a Magyar Meteorológiai és Földmágnesességi Intézet, melynek első igazgatójává is őt nevezték ki. Nagyon sokat tett a hazai meteorológiáért, a meteorológiai megfigyelések mellett rendszeresítette itthon például a földmágnesességi méréseket is. A meteorológiai világnap alkalmából a korábbi évekhez hasonlóan idén is két Chancel Guido díj átadására van lehetőség, mindemellett 4 prometeorológia emlékplakettel
csak 2 és 2 miniszteri elismerés is átadásra kerül majd. A kitüntetéseket a hazai és nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási és szakmai eredmények elismeréséül adományozzák, a díjak adományozására pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke Radics Kornélia tehet előterjesztést. Mit jelent neked a meteorológia is? Hogy látod a jövőben ezt a tudományt? Számomra a meteorológia az sokkal több, mint munka, inkább hivatásnak nevezném, és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ezt a hivatástudatot megélhetem mind a balatoni viharjelzés kiszolgálása során, mind a televíziózás vagy éppen rádiózás alkalmával. És hogy hova tart ez a tudomány a jövőben? Nos, az informatika fejlődésével karöltve a meteorológia is folyamatosan fejlődik, és az elmúlt évek tapasztalatai bizony azt mutatják, hogy még mindig képesek vagyunk az előrejelző modellekben tovább növelni a horizontális felvontást, ami azt jelenti, hogy a modellek bizony egy adott területre vonatkozóan egyre pontosabb számításokat végeznek majd a jövőben, egyre pontosabban le tudjuk majd írni például a csapadékképződési folyamatokat vagy a szélviszonyokat, és emiatt egyértelműen kijelenthető, hogy a jövőben tovább javul majd az előrejelzések pontossága. A tudomány fejlődésével azonban az elmúlt évtizedben megtapasztalhattuk, hogy ugrásszerűen megnőtt az igény a társadalom részéről, hogy minél pontosabb, minél megbízhatóbb legyen az előrejelzés, és igyekszünk ezt a jövőben mindenképpen kielégíteni, és ahogy említettem, egészen biztosan növekszik majd az előrejelzések jósági foka, viszont érdemes szem előtt tartani, hogy a légkör kaotikus jellegéből adódóan sajnos nincs az a szuperszámítógép, amivel 100%-os előrejelzést tudnánk készíteni. Az előrejelzés mellett egy másik, igencsak izgalmas terület a meteorológián belül az éghajlatkutatás, még ennek érdemes néhány mondatot szentelni, ugyanis a klímaváltozás korunk talán egyik legnagyobb kihívása. Ezzel a tudósok már közel 100 éve foglalkoznak, manapság azonban fontos, hogy ne csak a szakemberek, hanem a társadalom minden tagja foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel. Ugyanis a klímaváltozást az emberek eredményezték, így a klímaváltozás hatásainak mérséklése megköveteli, hogy közösen cselekedjünk, óvjuk, védjük környezetünket.